Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a öveket és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Peter Falk, Szabó Gyula, Bemutatjuk a KMBO című podcast sorozat következő részét. Csak még egy kérdés. A Parallaxis Univerzum ballonkabátos podcastja. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Parallaxis Retroverzumban. Ez a Csak még egy kérdés, akár a Podcast negyedik része a mikrofonnál Horváth Adam, Tomás, és hogy miért nevetek ennyire, mert itt már a műsor felvétel előtt elszabadult a jó hangulat, úgyhogy viszont hát ebben a mai részben sem lesz jó a hangulat, mert hogy ugye krimit beszélünk ki. Méghozzá a befolyásos férj arra gyanakszik, hogy a felesége megcsalja őt, ezért megbíz egy nyomozó nyomozóirodát. A magányomozó azonban aljas módon kettős játszmába kezd amikor ugyanis kiderül, hogy a nő valóban félrelépett, a detektív úgy dönt, hogy zsarolni kezdi. Ám a feleség elhatározza, hogy minden bevall a férjének, így gyilkosunk végzetes lépésre szállja el magát. A Kalambó Besegít a Halál című részének megvitatásában ismét köszöntöm állandó partnereimet, először is Kubatovics Áron, szia Áron! Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat! És Gizur Gergőt, a Parallaxis Univerzum immár főszerkesztő és szia Gergő! Szia, sziasztok. De ha már ezt így bemondtam, ne menjünk el a mellett szó nélkül, hogy Áron is szerkesztővé lépett elő a Parallaxis Univerzumban, úgyhogy akkor így gratulálok tulajdonképpen. Velem ez az első műsorod, amit már szerkesztőként nyomsz végig. No, az, azért nevettem ennyire, mert itt a műsor felvétel előtt mondtam, pár dolgot, hogy mire figyeljünk itt adás közben, és jött egy komment, ami Gergőre vonatkozik, és én úgy döntöttem, hogy ezt akkor mi tartani fogjuk, mert mi, mi figyelünk a mi hallgatóinknak a visszajelzéseire. Youtube-on jött ez a komment, és azt kéri a kedves hozzászóló, hogy az anyós pajtáshozást azt Kérlek, Gergő. Hát nem írta oda, hogy Gergő neked szól, de hát mivel mi nem mondjuk Áronnal, ezért nyilvánvalóan neked szól. Asszonypajtás, nem? Vagy az, asszony, asszonypajtás, miért mit anyós mondtam? Anyós pajtás. Ja, anyós pajtás, bocsánat, asszonypajtást akartam Jó, mondani. menni fog szerintem, tehát, de jó. Oké, okay, nem. De ha belefutsz, akkor a fő adminisztrátorunk Áron fölhúz egy strigulát olyankor neked, és akkor összeszámoljuk, hogy ez, ezt... Most ez azért lesz jó, mert most úgyis ebben van feleségrész, Úgyhogy ö, most kiderül, hogy kiderül, hogy tudatalat asszociálok-e megint, most figyelem az asszumpajtás de ez most nem számít. Tehát ez most Jé, jó Jogos, egyébként emlékszem, hogy volt, hogy használtam, de... Na jó, hát túlbeszéltük, igazából csak azt akartam ezzel mondani, hogy hát a kedves hallgatók érezzék, és tudják, és tényleg így van, hogy mi nagyon figyelünk ezekre az idegesítő szokásokra. Én például tréningelem arra a műsorvezetőket, hogy az egyébként, meg ezeket a szavakat próbálják el uh, hagyni. Nagyon sokszor van, hogy ember rákap egy szóra, és akkor nagyon sokszor van a, egy monológon belül is. Én is ilyen vagyok, nagyon sok időbe ha másik vegyi anyagot akarom elvenni, és azt tudom, hogy egyébként kérek. <laughs> Mindenesetre minden esetre ezek a szavak azért terjednek el igazából mindenkinél, mert gondolkodás közben. Persze az élő beszédben ez a loading screen. Így van. Így van. Mert a pöttyöksz addig, míg be egy szót, hat mondott előbb jársz az élő Én olvasott beszédben is tudom hozni ezt, ahogy a fel, fel, és lekon fog felolvasásánál. Hát igen, mondjuk az anyós pajtás után szerintem. A kedves hallgatóknak pedig nem csak arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy hát bármikor kommenteltek hozzánk elsősorban a Youtube-on, mert azt figyeljük, ha, meg a Facebookot, akkor ott hát mi mindent megteszünk azért, hogy teljesítsük a ti uh, óhajaitokat, és hogyha ilyen nagyon idegesítő hibá véltek felfedezni a műsorainkban, vagy olyan szavakat, amiket sokszor mondunk, akkor nyugodtan krumplizzatok oda nekünk a komment szekcióba, és akkor mi azt igyekszünk megfogadni. De és ez emellett pedig, hát ugye ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni, premier előtti tartalmakért, valamint a Parallaxis Podcast hosszabb, különleges változatáért pedig fizessetek elő a patreon.com per Parallaxis oldalon keresztül. Na, hát pár szóban már beszéltünk erről a mai részről itt adás előtt, és hát én pont azt mondtam, hogy szerintem ez egy olyan tipik krimi epizód volt, viszonylag hosszú. Egyébként az epizódnál is szerintem B-vel mondom, B-vel hallatszik, ha azt mondom, hogy epizód, Na mindegy. Na, majd... de, ez, de az teljesen normális, hogy B-vel mondja az ember. Igen, de hát az olyan, olyan, olyan. Már megfigyelem. Szóval ez hát nekem úgy tűnt, hogy ez egy ilyen tipik, nem nagyon, minden lépése kiszámítható volt, nem nagyon éreztem úgy, hogy Kalambója nagyon sokat hozzáadott a történethez, jó, hogy ott volt, meg kedves volt, meg cuki volt, de tegnap kapcsolgattam a tévét, és a Life TV-n is, meg a Joki tévén is Kalambó ment a nyolcadik, meg a tizedik évadból. Az, hogy hát... mindig belefutsz ezekbe, hihetetlen. Igen, és meg kell, hogy mondjam, hogy én nagyon-nagyon várom is, hogy ott tartsunk ezzel a podcasttel, Na mindegy, szóval ez még nekem egy kicsit visszalépés. Én szerintem el fogunk oda jutni, de ha már, ha már arról beszélsz, hogy ez egy tipikus krimi, ez a rész, ez Emmy díjat kapott a két írója. Ennek a résznek? Ennek a résznek a két írója. Hát mondjuk ez, ez furcsálom egy kicsit. Az is. írópáros, ez az az írópáros, aki az egész Kolombó sorozatot összerakta, jelölték őket arra, hogy egyrészt 72-ben, hogy a legjobb új krimisorozat, és konkrétan ezt a részt, ami ugye számunkra a negyedik rész, egyébként pedig a második rész a két pilot epizód után, ezt a részt külön ö, a legjobb ö, tévé epizódnak és meg is nyerték. Most tényleg epizódot mondtál egyébként b <laughs> A, ugye a magyar nyelv olyan, hogy nem mindent úgy mondunk, mint ahogy írunk. Nem, csak most tényleg olyan volt. Persze, tudom, hát ez a labda dobta a szőlő, Attila, stb. Meg igen, nekem az orhangom, igen, igen. tehát, hogy megértem, <laughs> hogy ez sokak azzal <laughs> van. És igazából, amikor én tegnap este néztem a, a, filmet, akkor én is arra gondoltam, hogy ó, hát ez egy ilyen kedélyesen csordogál, mint egy folyó, és így tök szépen föl lehet rá ülni, és visz engem előre a történettel, és ez egy nagyon kedves krimi rész, de közben, és szerintem ez nagyon ügyesen van megírva. És ezekkel majd végig mehetünk. Engem nem vitt ez a rész annyira. Gergő bedurcizott. Nem. Nem feltétlenül, de nem volt rossz rész, de úgy valahogy hogy egy átlagos kriminek éreztem alapvetően, bár abban nem értek egyet, hogy Kalambó nem tett hozzám, mert szerintem pont ő volt, aki hozzá tett az egész az igazán. Nagyon sok olyan elem jelent meg, amit majd felírtam megint. Igen, előre mozdította a történetet, nem ilyen értelemben értettem, tehát nem a cselekményt illetően. Nem csak az, hanem mint Kalámbó, de mint Kalámbó, tehát hogyha ha nézzük ugye a kronológia, és hogy most ismerkedünk a Kalámbóval, mint karakterrel, akkor nagyon sok stílusi egy megint beköszöntött vele kapcsolatban, most látunk először. Ilyen szempontból kuriózum volt nekem. De ezt majd úgyis a végén az értékeléskor is úgyis majd számításba vesszük. Számomra tehát én, én, én ugye, én vagyok a friss hús, tehát én nem kapcsolgatom a televíziót, és emiatt nem futok bele a, a, a különféle csatornákon, hogy éppen most a hanyadik évad, hanyadik részt adják. Én most láttam először sok-sok év után Kalambó autóját, és én imádtam ezt a Peugeot. Ő is imádja, hát nem is cseréli rá. <laughs> és mindenki imádja szerintem ezt a Peugeot, ez egy gyönyörű autó, fantasztikus, de már az az vicces, hogy már a 70-es évek Amerikájából is kilógott teljesen az utakon. Hát ez direkt ez volt a lényege, hogy egy európai autót visszada. Na jó, ha már autó, ha már autó, akkor azért Gergővel abban egyetértek mindenképpen, hogy meg, meg hát veled is áron, hogy hát megjelentek azért azok a Kalambó effektusok, például a lejárt jogosítás. <laughs> <Itt van kapsa. gül> Igen. <is. gül> viszont miért belekezdünk, ugye mindig szoktunk ilyenkor, én szeretek ugye időpontokra rámenni, mert ezek minden nekem nagyon érdekesek, hogy ugye ez most, most már tudjuk, hogy első évad második rész, tehát most már nem mínuszozunk, úgyhogy már tart a sorozat. Ugye ezt Amerikában 1971. október 6-án mutatták be, Magyarországon 1977. március 19. És ebben az az érdekes, hogy míg Amerikában az első évad első rész, és ez a rész között egy hónap telt el, addig Magyarországon egy év, mert az első részt az 1976-ban mutatták be itthon. Tehát eltelt egy év úgy egy filmsorozatból Magyarországon, hogy nem volt következő rész. Szerintem ez a 70-es években, meg még a 80-as években is teljesen átlagos volt. Amúgy meg azt megfigyeltet, hogy most nem azt mondták, hogy a Calambo, bemutatjuk a Kalambo című filmsorozat következő részét, hanem filmsorozatot, vagy igen, most nem mondta, most nem mondta, hogy következő rész. A szinkronnal ugye mindig szoktam foglalkozni, mert én ezért vagyok. Ugye ez is ugyanaz, jellemző erre is, mint az első részre. Volt egy eredeti 1977-es 77-es szinkron, amit ugye a magyar televízió, a Pannonia Filmstúdióval készítettet, illetve egy MTV-2-es Welcome kiadó a Videovox történet, az pedig 1993-as. Tehát ezt már sikerült legalább, tudom, hogy 93-as, és találtam, és ezt majd későbbi részben kibeszélünk, találtam végre egy részt, nem ennek a résznek, egy másik résznek sikerült ö, eredeti szinkron találnom hozzá, tehát a 70-es évek szinkronját. Hát gyerekek, az egy külön részt küszöm megér, nagyon vad. Tehát ö, a, a Kalámbót hallgatni, tehát én ha nem tudnám, hogy a Szabó Gyula beszél, meg nem mondanám, csak néha. Ezt akartam kérdezni már, lehet, hogy a korábbi részeknél is, hogy két szinkron között változtattak-e kolumbó hangján, vagy mind a 70-es években készültet, mind a 90-es években ugyanúgy a Szabó ezt, ezt, a, ez akkor akarom előni, amikor eljutunk ahhoz a részhez, ami ezt találtam hangsávot mert akkor tudom igazán összehasonlítani, hogy mennyiben változott, de bele-bele hallgattam, és, és baromira más, nagyon más. De hogy színészként mind, mind a kettő, tehát ugyanazt a színészkérték, meg húsz évek később is. Hát Szabó Gyula. É, e e ezt kérdezem, igen? Tehát hogy Szabó Gyula volt? Igen. De? igen. Okay. A az, a a tehát a azt mondtam ugye az első, az el előző részben is, hogy mindenki más hangot kapott, uh -huh. csak Szabó Gyula maradt Kalambónak, bár egyébként egy egy nagyon érdekes nekem, hogy az előző részben, a 70-es 70 években készült szinkronnál az egyik főszereplő hangja Mécskároly volt, és ugye a, a 93-asban meg nem. Viszont a mostani részben meg a Mécskárolyval a 90-es évek szinkronjában. Tehát, hogy az az ember, aki az első rész, Főszereplője volt, az a 70-es években volt a főszereplő hangja, most meg ugyanúgy, az, ugyanaz a színész, a 90-es években készült szinkronban volt főszereplő hang. Tehát, hogy visszanyúltak ö, ö, emberekhez, de teljesen nem hiszem, hogy tudatos lett volna ez. Ne, ez random. Biztos, Jó, de fél. akkor azt a néhány hangot beszéljük át, mert ez fontos. Brimber magándetektív a gyilkosunk. Őt egyébként Robert Karp alakítja aki nekünk, nekem azért érdekes, lett volna mindenkinek, mert ő, is szerepel még több Kalambó epizódban, egész pontosan három epizódban találkozunk majd vele. Plusz kettő, bocsánat, hogy beleszólok, de plusz kettő, mert visszajön még a Kalambó feleségében is, ami egy ilyen spin-off rész, és még egy ezek De a Kalambó feleségét számítjuk annak? Ezt nem tudom, ezt ti tudjátok. Tudom, nem. A, a Mrs. Kalambó elleg egy teljesen különálló deleg, de igen, abban is benne van. A akkor oké. Okay. És még egy jóval későbbi És majd is. még igen. egy 90-es években készült valamiben igen, benne igen, lesz. De én szándékosan csak a Kálambó sorozatról beszél. És ott három. Te ilyen purista vagy, ugye? Hát, Kalambó purista én, vagy. Én, én ragaszkodom ezt, tehát ez most, tehát most ö, ha, ha ez, ez a rész, nekem a Kalambó az ennyi részből áll, amennyi. Mindenféle ilyen spin-off, meg nem tudom mi az. Igen, de most tisztázzuk, Áron, te most a Mrs. Kalambó című sorozatról beszélsz, amiben két műgró a Kalambó felesége és a még a Kalambó készítő is elhatárolódtak, vagy te a Kalambó feleség, Volt, van egy olyan epizód később, amiben a Kalambó feleségéről van szó. Melyikről beszélsz? Én a Mrs. Kalambóról beszélsz, beszélsz, de ne, ne tegyél fel kereszt kérdéseket, mert nagyon könnyen bele tudsz engem zavarni az ilyenekbe. De én figyelek, mert én ugyan, ezeket én megnéztem, de ezeket szándékosan nem Figyel, tettem Figyelj, be. A Gergő, mert legközelebb alkalommal ő vezeti a műsor. Hát én ezeket szándékosan nem számítom bele, mert most szóval ez nem az most. A, na mindegy. És szerepel ez a csávó abban a sorozatban is. Igen. És ez a, ez a színész, ez egy elég híres színész, aki nagyon nagy barátságban volt például Bill Cosby-val, közös sorozatuk volt, de, fun fact, a, a 2000-es években, vagy 90-es évek legvégén a Half-Life 2 egyik főgonoszának is ő adta a szinkron hangját. Amúgy ő az eddigi legjobb gyilkos, tehát aki színészként, nem mint karakter, hanem mint színész, eddig az elmúlt néhány rész után egy felüdülés volt ez a, ezt nézni. Meg ugye egyébként a színészi alakítások többnyire nem voltak annyira rosszak, mint szerintem eddig. Igen, többnyire ezek, ezek, ezek jó tévé és mozis színészek szerepeltek ebbe a részbe. És is. neki a hangját egyébként, mi általunk beszélt, második szinkroma Mécs Károly adta. Felesége Mrs. Lenor, nekem nagy Lenore, nagyon furcsa név nekem ez a Lenore. Hallgatóinak mondjuk el, hogy ő az áldozat. Az ő férje, Arthur Kenikat, őt Bush Gyula, Bud Spencer filmrajongók emelhetik a kezüket. Ken Archer, ő szerepet, még ugye fontosabb szerepet, ő volt a golfoktató, illetve Lenor korábbi szeretője, ő pedig Sörös Sándor. Én pedig annál a színésznél, aki a az áldozatnak a férje, aki a nagyon gazdag sajtómágnás, Mr. Kenikát, ő egy, ő nem tévéfilmszínész, ő mozifilmszínész, nagyon híres volt már akkor is, többek között a Hitchcocknak az M. Dial for M. Dial M for Murder, amit nem tudom, hogy magyarul milyennek a címe, ez, ez utána kellett volna nézni, talán gyilkosság telefonhívásra. Olyan van? Igen, a rózsabimbós rész. Ez jó. O, annak, a, annak a főszereplője, és rengeteg-rengeteg mozifilmbe szerepelt egyébként ez a színész. Már egy kicsit előre de amikor ugye értesül arról, hogy meggyilkolták a feleségét, elég hitelesen játsz el azt a, a, a férnek a, a megdöbbenését. Nekem egyébként nagyon erős kezdés volt, ahogy, ahogy kezdődött maga ez az epizód. Tehát sötét lövések. Nekem ez olyan fura volt. Akkor tegy, tegyük hozzá egy sötét lövések, ahol nem csap vissza a pisztoly, majd mikor látjuk a körülállókat, akkor senki nincs fülvédő, és egy, egy olyan zárt térben, ahol 12 lőnek ilyen nagy pisztolyjal, ott, ott mindenki maradandó hallás károsul. Hogy kicsoda? csoda? Mit mondod? <laughs> <laughs> Ezt csak így ide, ide, rakom így egy pici megjegyzésként, de ezek engem, tudjátok, hogy nem szoktak zavarni. Telefon meg ez a kommunikációs összeköttetés. Nagyon modernek voltak. Autóból telefonálkattak meg minden. Hát pont ezen gondolkodtam, amikor megláttam, és sokszor csinálták, hogy hogy basszus, hát ez, ez, ez 70-es évek. Mindegyik autójukban ott volt a telcsi. Oké, okay, ugyanaz a tárcsázos bigyó, de... Mindegyik autóban, és ugye... És a, és a, gyilkos irodájában pedig látjuk, hogy ő neki cctv je megfigyelő kamerája van. És duplán, ugyanazt duplán, látod, mind a két kicsi, kicsi háromszoros kijelzőn, De duplán. hát mondjuk, mondjuk, mondjuk mondták is egyébként, ugye később, amikor Kalámbot körbevitte a pajtás, hogy a pajtás szó tiltott, vagy az asszony pajtás egyébként? A, 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 az utóbbi tiltott. Okay. Egyszer kimondta, a nem, nem, a nem, nem, ez itt kérdés volt. Hát? Nem. Célosztottál volna is rá, kedves Gergő, sajnálom, már beírtuk. Már beírtuk! Hát ez, akkor ez, ez norma csalás, tehát... Jó van, egyébként most elvitted, amit akartam mondani. Ja, nem, hogy amikor körbevitték Kalambót, ők akkor is bemondták, hogy mi a legmodernebb high-tech cuccokkal dolgozunk. Tehát ezek után el is várom, hogy ott akkor olyan CCTV legyen. Ugye ment a vagizás. Figyelj, akkor most van az a példa, hogy össze kell foglalnom a hallgatónknak azt, hogy mi, mi itt a, kiinduló rész, ugye? Vagy szó, mi a kiinduló helyzet, mi a setting. Igen, na nagyon naív lenne részünkről azt gondolni, hogy bárki megnézi, amiket minket. <laughs> ezért, ezért szerintem. Gergőr, neked van kedved összefoglalni? Nincs. Én ugye nem készültem rá, de összefoglalom. Ja, akkor az más. Ne, foglalom. Akkor összefoglalom én, mert nekem le van írva. Akkor foglald össze. Ezt így benne hagyom vágatlanul. Arthur, Arthur Kenikát egy nagy újság, egy nagyon befolyás újság tulajdonosa. Egy, egy befolyás... Háromnak. Háromnak, és egy nagyon befolyásos... Kettőnek a nyugati, és egynek a keleti parton. És egy nagyon befolyásos ember gyanakszik a nálánál jóval fiatal a feleségére, hogy esetleg ne talán megcsalja. És ezért ö, felfogadja Brimmer a magánnyomozó irodát, hogy nyomozon a feleség után, hogy igaz-e a megérzés. Brimmer nyomozó, ami főszereplőnk, kideríti, hogy hát bizony, a feleségnek van, illetve volt szeretője, de a férnek egy hamisított aktát ad át, mi a feleség tiszta, mint a friss hó, és neki nincs szeretője. És ezzel meg is nyugszik, ugye, ami mi Artur barátunk, csak hogy eközben már a feleség ott volt ö, egy mellé, egy, egy, másik irodában, is végighallatta ezt a beszélgetést, és Brimmer ugye előadta a felesének azt a sztorit, hogy hát ő azért nem mondta el a férnek, hogy viszonya volt ugye korábban a golfoktatójával, mert hogy annyi házasság ment már tönkre hülyeségek miatt, és ez olyan kis apró kis félrelépés, hogy hát ezért ő nem. De hát aztán ki ugye kibújik a szög a zsákból, mi szerint, hogy ő igazából ö, információt szeretne kicsalni a feleségtől, mert mi ugye a férj ugye nagyon magas körökben mozog, nagyon jól, jól, jól informált körökben mozog, ezért ő a hallgatása egy cserébe információkat szeretne kicsalni a fértől a feleségen keresztül. És hát ugye ez maga az indíték, hogy megzsarolja a nőt, hogy vagy infót ad át, vagy hát ő adja át az infót, hogy mégiscsak van szerető. Ugye így, ez, ez az alaptörténet. Ez az alaptörténet, és a, 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 a megzsarolás az igazából nem is ott az irodában történik, hanem Később, tehát rosszul fogalmazok, tehát hogy csak céloz rá, utal rá. És, utal rá, és este a hölgy elmegy ennek a nyomozónak a lakására, ott megvárja, hogy a nyomozó hazajöjjön, ugye a sötétben várja, és ahogy a nyomozó fölkapcsolja a saját lakásában a villanyt, akkor szembesül az, hogy ott ül a nő, és, és, akkor ugye visszautasítja a nyomozót, hogy ő, ő nem fog semmilyen dologba részt venni, és akkor inkább mondja el a férjének, hogy, hogy megcsalta, hát ha meg, megbocsájt neki. Csak Majd a nő maga mondja. Va igen, vagy, vagy ugye a nő magának, de tudod, szóval, hogy mennyire, tehát azért itt nekem az az érzésem volt, hogy ez a, ez a, hölgy, ő nem a legélesebb kés a fiókban. Tehát az, hogy, az, hogy így belopozik egy csávóhoz éjszaka, felkap, lekapcsolt Itt még villannál. nem is lett volna a gond, ezzel még nem lett volna a És utána neki el ilyen passzív-agresszív módon kommunikálni vele a, a Ott volt a gond. Ugye, hogy ott volt a gond? Hogy... Ott volt a gond, de az, hogy eljön és azt mondja, hogy mondjuk az, hogy bemegy az idegen faszi lakásra, hát azért az is rágyújt erős. és, és kiszolgálja magát piából, ugye ezt megszoktuk, hogy ez a tartalat. Ez, <sihu documentary> én igen, szett, igen, ez Wyatt, ez alap. otthon magad. <sallah PACllautó> <De Rom> <stadSaynia> tehát ez teljesen rendben van ugye elmondja neki, hogy hát már pedig én ebbe a buliba nem veszek részt, úgyhogy akkor elmondom én a férjemnek. Na most én szerintem, ha ezen a ponton befejezi a történetet, semmi gond nem lett volna. De visszavág azzal, hogy ja, és még el is mondom a férjemnek, hogy milyen tróger irodád van neked, hogy milyen információkból is hogy működtök. Hát így gyakorlatilag, hogy szokták mondani, házhoz ment azért a bizonyosért. No, és hát akkor úgy történt a baj, hogy nem bírt magával a, a, a gyilkosunk, csak, csak megütötte, csak hát olyan szerencsétlenül ütötte meg, hogy beverte a fejét a nem tudom mi a szekrény, vagy mi volt a komód. Az asztal. Vagy asztal a szélébe, és, és Meg maradt. asztal, mert az, az üveg. Ja, tényleg, tényleg, igazad van, és ez nagyon jó, ahogy ezt mondtad, mert Ebben a részben is operatőri csodálatos felvételeket láthattunk, tehát ahogy lassított felvétellel es esnek le az üvegszilánkok. Majd utána egy, egy montást látunk, ahogy a, a gyilkosunknak a két szemüvegét egy-egy ilyen monitorként használva, látjuk, hogy utána, hogy hogyan tünteti el a nyomokat, mit csinál a testtel, hogy szedi le a gyűrűt az ujjáról. A, szóval, hogy itt azért úgy éreztem, hogy az operatőr megvalósíthatta a, a, a tehetségét. Először, először még koncepció is, is láttam benne, mert az volt a, tehát amikor ráközelítettek az arcás, és ugye a két lencsében, a baloldali lencsében a nyomok eltüntetése, volt, és a jobb oldaliban pedig, amikor már a holttestet viszi. És ezt elég sokáig tartották ezt a vonalat, aztán elcseszték és össze-vissza Azt hittem megmarad az a koncepció, mert nekem nagyon tetszett egyébként. Szerintem amúgy azért volt így, mert ez csak egy 75 perces rész, és e, a sporolni akartak az időből. Lehet, Időben. simán lehet, persze. De jó, illet. Na, igaz, sekszín, ennél jobban egyáltalán nem vagyok kíváncsi hogy elrángat egy hullát, meg mit tudom én. Tehát, hogy szerintem ez, ez teljesen patent volt így. Nekem bejött ráadásul hogy illet is az egészhez így. Főleg, ha már CCTV volt az elején. Bocsánat, és akkor itt jegyezzük meg a zeneszerzőt, mert itt ö, már hangsúlyossá válik a zene ott hívják, hogy Gil Mellé. Ő Magyarországon szerintem nem annyira ismert jazzzenész, ami sokkal izgalmasabb, hogy Telonius Monka, Miles davis és egy csomó ilyen nagy nevű emberrel zenélt együtt. Az egyik első olyan jazzzenész volt Amerikában, aki elektromos hangszereket nevezzük így, használt a jazz muzsikája közben, de ami ennél sokkal durvább, hogy rengeteg sorozatnak, filmnek ő volt a zeneszerző, nyilván ebből élt, és több mint 60 filmnek volt ő a zeneszerzője a karrieres során, az rengeteget szerintem. Amit talán ismerhetünk, az az Androméda törzs sorozat, annak is ő volt a zeneszerzője. És ebben a, ebben a részben kifejezetten egy experimentális jazzszerű szerű valamiket, ő nagyon odaillőket komponált. Úgyhogy A szerintem... 70-es évekbeli krimihez szerintem pont ilyen zenei élet, tökéletes volt. Jó volt összerakva azért a rész. De haladunk a történetben, és ugye azt azért fontos megemlítsük említsük akkor meg, hogy a holtestet egyébként a végén egy telepen dobja ki. Igen, ti azt érez, értettétek azt, hogy, 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 ugye, á, előre szartam, de mindegy, most már végigmondom mondom a kérdésemet, hogy, hogy ennél a roncstelepnél, amikor ott helyszínelnek a rendőrök, akkor mondják, hogy nincs használható keréknyom. De miért? Ezt én sem értettem. Azt nincs új legyomat, és nincs használható keréknyom. Na most új lenyomatot a letakarította Brimber a igen, hűtőajtóról, láttuk, a, a teraszajtóról, igen. a tököm tudja mindenről, de a nőt is szana széttaperolta, hiszen leszette róla a gyűrűjét, stb. És látszott is, hogy megfogja a kezét, lerángatja a gyűrűt, tehát rajta, tehát hogy nincs új lenyomat Sehol a ruháján semmi, semmi nem találtak, se a táskáján. Akár. Ja, és a másik igen, hogy, hogy a keréknyom, hiszen a kutya nem járt ott valószínűleg, mert én ezt azt hittem, hogy ez egy építkezés, amikor nagyon sötét volt, mert ugye csak láttam egy, egy hatalmas dömpert, meg valami kukát, ha mondom, ez, ez valami építkezésszerű, ott a háttérben ilyen daruk voltak, azt nem is kidőtt, hogy ez egy roncs telepszerűség volt. De hogy itt, itt ne találtak volna ilyen rövid idő alatt használható kerítő, amikor akkor a kutya nem járt arra, Hát ez érdekes. Szerintem ez egy hibája a forgatókönyvnek, de mindezt kiszúrtuk, hogy ez azért szerintem fura. 1-0 nekünk. Igen. Beszéljünk arról a legendás autóról, mert ugye most jelenik meg ebben a részben igazán, hogy Kalambó nem csak kelléként használja azt a bizonyos autót, hanem konkrétan vezeti, és itt rögtön már a készítők akarják is nekünk mutatni, hogy hát ez az autó, ez bizony egy fos, mert hát a rendőr nem, megállít. Nem, én, ezt, én, ezt, én ezt kikérem kik, nem, Nem, én ezt én ezt felháborítónak tartom ezt a... Mert a rendőr megállítja már másodjára, hogy ne még az indexet. Tehát belevitték már ezt, ezt, ezt az elemet, hogy Kalambó is az ő autója, az egy tipikus jelenség. És a, 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 rendőr túl azon, hogy megállapítja, hogy mindjárt lejár a jogsid egyébként. Azt, hogy inkább elkísérlek már, hova mész. Munkok kiderült, hogy ő is rendőr. Mert hát te így az életben nem fogsz adni, mert folyton meg fognak állítani. Tehát itt már nekem nagyon tetszett, hogy belerakták ezt, hogy ez az autó, ez, ez mindig egy ilyen tipikus jelenség lesz vele együtt. És nem csak az indexel van gond, meg az autóval, hanem ugye lejárt a jogosítványa. Még nem, egy hét. Vagy bocsánat, így van, tehát hogy le fog járni, erre figyelmezteti a rendőr, és ez majd később, ez egy fontos momentum lesz, hogy, hogy itt már elhintik a nézőnek, hogy van valami jogosítványa. viszont folytatódott ugye Kalambónak a tipikus tigrus egyének a halmozása, mert amint ugye odaértek a, a TED helyszínére, arra a bizonyos telepre. Kalambónak az első és legfontosabb dolga volt, hogy ő neki bizony valaki adjon gyufát, mert rá akar gyújtani elfelejtettem, és és tényleg. És a, legjobb, és a, legjobb, az, hogy gyakorlatilag mindent elmondtak, ugye, a se a kerék, nincs keréknyom, mi, hogy került ide a holtest, nem itt tölték meg, stb. 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 Mindent megállapítottak, hogy arcon üthették, elesett, bevert a fej, stb. És mindent hallott ez a majom, de pont nem érdekelte, mert neki a legfontosabb dolog az, az volt, hogy gyufát adjon neki valaki, és egészen addig a pillanatig, amíg ő nem kapott tüzet, hogy rágyújtson a szivarra, addig ő fejben nem volt ott. Viszont ami megkapta a tüzet, onnantól fogva elkezdett foglalkozni az ügyjel. De, e, de figyelj, nem véletlenül kapott ez a rész EMI, emi díjat forgatókönyv íróknak. Tehát, hogy ez, ahogy ez meg van csinálva, ez a jelenet sor, szerintem ez tényleg jó. Tehát követjük a kalambót, aki egyébként mindig megkopogtat valakit, hogy van egy ufát, van egy ufát, de közben a háttérben mi, mind néző, halljuk ezeket az információkat, majd a jelenet végén tulajdonképpen a kalambó csak oda, oda lehajol, és alánéz a becsomagolt hullának, és egy dolgot megállapít, ami mellett mindenki elment, és az fontos lesz a későbbiekben. És ez, ez a jelenet sor egyébként, ez tök, tök kompakt. Mi az, amit megállapít, és más nem? A arc bal oldalán egy hosszú seb húzódik végig, és az a seb, az, az nem függ össze azzal, hogy mondjuk be van törő a feje, mert ugye azt állapították meg, hogy valószínűleg leütötték, és utána a másodlagos esésből, vagy mi, másodlagos ütésből, egy esésből keletkezett neki az a trauma. Ami, ami, okozta a halálát. De az arcán lévő sebb helyet nem szúrták ki, ami mondjuk persze, hát fura, hogy nem szúrják ki, de mindegy, ezt ő állapította meg a kalambó. Következő fontos jelenet, amire én szeretnék kitérni, hogy miután megvolt a helyszínelés, Kalambó találkozik, hogy a férje, azaz, az, az, ugye azonosítani kell szegénynek a feleségét, hogy hát tényleg ő. És nekem itt volt egy érdekesség, a, a férjel kapcsolatban, hogy a fér pontosan úgy viselkedett, ahogy általában a mi gyilkosaink szoktak. Tehát simán, simán ö, ha nem tudnánk, hogy nem ő volt, ugyanúgy hidegvérű volt, egy csomószor látjuk a gyilkosokat hidegvérűként, ö, tudatos volt, határozott segítőkész, de valahogy Kalambó látszólag nem nagyon gyanakodott rá. Pedig, 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 tényleg benne volt minden, tehát, hogy, hogy tehát, mert ugye oké, okay, annyit mondott, hogy ráérek majd később sajnáltatni magam, de hát ezt, ezt a többi is elmondta. Én, én láttam különbséget még pedig az, hogy tényleges meg megrend... Nagyon segítőkész volt, ez igaz. Télle én tényleges megrendültséget éreztem a, a, a férjen, tehát, hogy a színész az jó, a, a, szerintem jó játszotta el, és aztán pedig nagyon hamar kiderült, hogy meg, tehát, hogy, hogy olyan alibije van, ami, ami beton biztos. Hát az Alibivel mindegyik szolgált, hát azért hmm. azt tudjuk. Talán nyilvánvaló volt, csak az első néhány mondatában simán benne volt az, hogy pontosan ugyanolyan tipikus gyilkos viselkedés. Jó, persze, utána gyorsan kiderült, hogy nem, mert tényleg, mert nem. De úgy kicsit nekem ott, ott, fura volt, hogy de várjál, lesz pontosan úgy viselkedik, hogy bele szoktam volna kötni, hogy miért így viselkedsz. Sőt, én tovább, tovább tehát a gondolatodat tovább vezetve, amikor először majd találkozik a Kalambó az igazi gyilkossal, én lehet, hogy csak beleképzelem, de én azt is látom az interakciójukban, hogy igazából a Kalambó nem gyanakszik még rá. A Brimmerre? Igen, szerintem az első találkozásukkor nem gyanakszik rá később kezd el, talán második vagy a harmadik gyan, Ez a egy, kor. érdekes, nekem az egy érdekes jelenet, ugye, mert uh, beszélgetnek, hogy a birtokán nem akármilyen kíró, az hallod. Fú, az azt oda hallod. most már, oda odaugrunk oda a birtokhoz? Hát oda, odaugrunk rögtön. Az a legjobb birtok ever, amit az eddig négy rész alatt láttunk, ez a legjobb malibu hát. ház. O, ott ugye csak azért megy ugye a birtokra, hogy közölje valahogy, mi mindig nem tudok semmit. Igen, a hallgatóinknak mondjuk el, hogy, hogy képzeljenek el egy három és fél hektáros óriási nagy házat, valami dombtető tetején. Akkor a medence, mint egy ház. Óriási medence, ráadásul hosszúkás, amiben ilyen kicsi vízesések is vannak, timpanonok két oldalt vagy három oldalt. A csávó ugye három újságot tulajdonol, tehát ő egy nagyon gazdag fickó. Ő valahol ott regg reggelizik az egyik ilyen timpanon alatt a, a, kert végében. Tök egyedül, de olyan terült azt akár hogy beszarsz. És ugye Kalambó ott Találkozik vele reggel, és beszámol arról, hogy még nem tartja jól. Én utána néztem ennek az ingatlannak. Ezt úgy hívják, hogy The Hearst Estate, vagy más néven, más néven, más néven The Beverly House, és ez a Hearst, ez egy bizonyos William Randolph Hearst-nek a, a, a villája. 1926-ban építették. Surprise, surprise, ez a Hearst, ez egy újság tulajdonos volt a 20-as években, 30-as években. Ezek szerint akkor újságban tényleg lehet járó a tupofán, Hát legalábbis az abban az a hallani. korszakban igen. És 2022-ben csapra verték, volt egy, volt egy árverés, és 61,6 millió dollárért kelt el annak idején. Hát ez tavaly. Az még most se kevés. Az most se kevés. 61,6 millió dollárért tavaly. És, fun fact, többek között a JFK a nászútját itt töltötte ebben, a, ebben az ingatlanban, és több filmben is már szerepelt, például a... Ja, gyorsnak akartam mondani, a többin testőrben. A többi testőrben is szerepelt ez az ingatlan. Szóval ez egy nagyon híres ingatlan, talán az egyik leghíresebb ott Beverly hills nem, rossz egyébként. Ádám közben számol. 2,4, 2,5 milliárd forint. Igen. Visszatérünk akkor most már a, a, a cselekmény mezeére, mert ugye Áron te mondta. Igen, és hogy... akkor mondjuk el a, a, a hallgatóinknak. mennyit mondtál? Hány milliárdot mondtál? Kettős felet. <laughs> hát szerintem 21 milliárd 958 millió 798 400 magyar akkor forint. Akkor egy, egy nagyságrendet tévedtem, igen, egy egy, tizedes jegyet. Forintba bármelyiket adod, elfogadom. úgy számolok, mint a Chad GPT, így nem kell mindent rögtön azonnal elhinni, de úgy nagyjából jónak tűnik. De kétszer rá kell de 21, 22 milliárd forint. Úristen, egy házer. Hát... Hát azt kell mondanom, hogy ez a mai világ ez olyan, hogy igazából minden kispénzű embernek ki kéne menni vasvillákkal ezek elé a nagyon túl gazdag emberek háza elé, és Amikor azt az ingatlan láttam ma ebben őket. a részben, pont ugyanez ment Hát ez a... felháborító. Hogy a rohat életbe, hogy... Mármint, hogy jó, legyen gazdag, és legyen, de hogy maga a gondolat felháborító, hogy ez egy ház. 22 milliárd forint egy házért. Érted? Ugyan, és így a, egy magyar átlagember, ha esetleg házat tud venni, vagy lakást tud venni, azt jó, ha nem tudom, 50 milliót össze tud rásporulni. Hát felháborító, ki kérem magamnak? Hát ki kérem magamnak, de tényleg felháborító. amikor én megláttam ezt a házat, akkor rögtön arra gondoltam, hogy oké, okay, ez megint az a rész, ahol a felső tízezer gyilkolta egymást, és Kalambó kinyomozza. És azt hiszem, ti mondtátok, hogy az összes rész ilyen lesz. Igen, igen, ő egy olyan nyomozó, aki mindig a, a Beverly Hills Egyik Hollywoodi... hozzá, hogy Brimmer, a gyilkosunk sem egy csóró. A Brimmer nyilván nem. Nyilván nem. És hogy kerül -e a Brimmer a képbe? Ugye úgy kerül, hogy megbízza párzamos nyomozással. Áhtunk! Áhtunk! Na én itt vesztem el egy picit, megmondom őszintén. Mert túl azon, ugye, hogy úgy kezdődik a beszélgetés, hogy Brimmer kicsit flexeli saját magát, hogy milyen magas körökben mozog. Hogy hát tegnap dumáltam a főnököddel, és kicsit fényező, meg van veled elégedve, de ugye rögtön azt akarja neki uh, sugalni, hogy ő azért egy nem akárki, hát azért ilyen csávókkal nyomoz. Nekem nagyon fura volt, mert uh, először azt mondja a férj, hogy ő kérte fel Brimmert, hogy nyomozzon a felesége halála ügyében. Utána szó szót követ, majd utána azt mondja a férj, hogy Brimmer ajánlotta fel a szolgálatait. Tehát, hogy nem tudom eldönteni, most ki kért fel kit, hogy most a gyilkos volt olyan perverz, és magától jött ide gizdázni, vagy vagy tényleg a férj kérte meg őt, hogy te eddig is olyan jól nyomoztál, nekem most is, és akkor ő azt mondta, hogy felajánlotta, azt mondta, hogy felajánlotta a segítséget, tehát fölhívta. Igen, de először azt mondta, hogy, hogy, hogy a férj hívta őt ide. Igen, nekem tök egyértelműen az, az van az én fejemben, hogy a férj hívta. Igen, miután ő fölhívta, és azt mondta, háló Gergő, meggyilkolták a feleségedet, megyek segíteni. Jó, gyere! Vilá, én sem csak a hülye jött ki, hogy, 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 úgy, úgy, hogy, úgy, nyitnak, hogy, hogy én hívtam, majd utána azt mondja, hogy ő ajánlotta fel a segítség, mintha magától jött volna. És ez mivel hogy egy, egy jogosok gyakran szeretnek a kalambomban perverz módon részt venni a nyomozásban, ezért itt is simán benne volt az, hogy egyrészt milyen jó az, hogyha ő nyomozhat saját maga ellen, hogy nyilván nem fogja arra vinni a nyomokat soha. Miért ne? De hát mindenről tud, minden lépéséről. Kállámból egyébként vitte tovább egyébként a, a szállat, tehát elkezdte nyírvizsgálatot tartani. Tehát ott olyan szinten akasztotta ki őket, hogy egyszerűen. Ja, és, a, és a szekrény után igen, a szekrény. A szekrény be, az biztos nem, nem, véle, nem véletlen volt. Rögtön golfütők, rögtön benézett, hát már nyitva volt, tudja az ékelemből, hogy mitől döglik a légy. És de, 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 szándékosan bejátszotta a hülyét, hogy, hogy engem itt veszélytelen baró. Igen, de most már azért, igen, a tenyér jóslás minden jó van. De egyébként teljesen, teljesen logikus, ha egy, ha egy, nyomozó agresszíven lép föl, akkor bezárkózik még az is, aki ártatlan. Főleg az, aki után nyomozni fog. Ha, ha teszem a hülyét egyrészt, akkor lesajnálom, és azt mondom, hogy ugyan, hát nézegesen, hát úgysem tud semmit csinálni. És a sok felső tízezer egoista bunkó meg rögtön elbízza magát. Ha már golfütöt szóba hozott, ugye a golfnak jelentősége lesz, mert kiderült, hogy a feleség ugye golfozni is járt, és itt nekem megint volt egy zűrzavar. Arthur a férj először azt mondja, hogy, he, hogy a helybéli klubban golfozott Lenore. Majd utána három mondattal később a Kalambó kérdező, hogy akkor nem a helybéliben. Most akkor döntsük már, hogy a helybiliben golfozott vagy nem. Valószínűleg én azt gondolom, hogy az egyik szó az local volt angolul, a másik meg valami más, amit ennek lehet fordítani, és mindkettőt annak fordították, de nyilván Ezt különbség Ezt érted, vagy. de nyersanyagot senki nem néz, na mindegy. Szerintem nem néznek. Amikor beszéltetek az untermankodásról, akkor... Szóval én, én ez volt az a pillanat, amikor, amikor engem elkapott a gépszi, hogy aha, jó, akkor ez a, ez a rész engem így fog, fog, vinni, mert, mert látjuk, tehát, hogy hogyan fogja Kalambó föl göngyölíteni ezt az ügyet, hogy hogyan játsza meg megint a kisembert, és hogyan fogja emiatt behúzni őket a csőbe. Szerintem zseniális. Egy dolgot viszont én most kiszúrtam, hogy ez volt az első olyan rész, ugye most a negyediket beszéljük meg, amikor így direktbe szemből Kalambó belégnéz a kamerába, és látszódik, hogy Banja. Nyilván a hallgatóink tudják, de hangozzon el egyszer, hogy a kalambot játszó színész Peter Falk három éves korában ki kellett operálni az egyik szemét, most ne, meg nem mondom, hogy a balt vagy a jobbat, de lehet, hogy ezt jobban tudjátok. Ezt úgy hívják ezt a betegséget, ez, igen, ez, ez egy szemdaganat, egészen pontosan idegkártya daganat, és ez egy tipikusan olyan daganatos betegség, amit nagyrészt a gyerekek kapnak el, és így meg is lehet előzni, hogyha nagyon korai id 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 időpontban kioperálják ezt a szemet. És Peter folk az egész életét utána egy szemmel és egy, 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 egy üvegszemmel élte le, és így tudott órási karriert befutni, sőt, szerintem ez az egyik szexepíje, -sze ez ahogy néz, mert ez tökéletesen kiegészíti a, a, az egész karakterit itt a kalambóba, de egyébként más szerepeiben is tökéletes alakítást tud nyújtani ennek ellenére, de tehát még egyszer, most van az, hogy először így direkt be a kamerába, tehát nem nem, nem félünk attól, hogy vajon mit szólnak hozzá a, a nézők, hanem, hanem megmutatjuk a színészünket. Én ezt is szerettem őszintén szólva. Áron, negyedik résznél tartunk, és most hallom először, hogy kezdesz beleszeretni magába a Igen, jelenségbe. jelenséget. <laughs> én, én értem, hogy ezt miért lehet nagyon szeretni, nagyon kedvelni. Ezután a jelenet, hogy meglátogatja Ken Archert a gófoktatót, aki egyébként egy a feleség szeretője is volt, bár akkor ezt még mi nem tudjuk, vagy nem sejtjük. Vagy mi tudjuk, de Kalambó még nem tudja, és nekem itt megint egy Kalambó érdekes ö, ö, viselkedés. Nekem nagyon érdekes volt a Kalambó viselkedett, mert ö, olyan helyzetbe hozta ezt a Mr. Archert vagy Ker Archert, mint akire gyanakszik mint potenciális gyilkosra, és a csávó rendesen be is szarik egyébként ettől, mert uh, itt egyáltalán megértő volt vele, meg olyan kedves volt, tehát nem, nem volt agresszív és arrogáns, de azért úgy azt közölte vele, hogy hát apa, én nyomozó vagyok, én itt látok dolgokat, én itt tudok dolgokat, tehát kicsit azt, mintha azt sugalta volna, hogy, hogy őt is gyanúsítja ezzel, és én Én máshogy ez... le. Én úgy szűrtem le, hogy igazából ő akkor már már Kalánból tudta, hogy nem ő, nem lehet ez az Archer a tettes, nem volt indítéka, nem volt értelme az egésznek, viszont azt is látta, hogy teljes mértékben minden gyanúrá terelődik, és nem tud, tehát hogy nincs alibije, nincs tényleg rá lehet magyarázni, rá lehet kenni, ezért is mondta, hogy nem, ne is mondjon semmit, Igen szerezzen egy ügyvédet, én meg úgyse fogom tudni megtanulni soha a golfozást. De amúgy a golfozás előtt azt mondta, hogy ügyes vagyok, és könnyen megtanulok mindent. Azt nagyon nevettem. Tehát itt rakta össze az egészet. A, a tenyér tenyérvizsgálgatós untermanos rész az azért volt fontos, mert akkor derült ki számára, hogy a csávónak van egy pecsét gyűrűje, gyémánygyűrű, és a gyémánygyűrűnek a, a gyémánt része az nagyon kiáll a a gyűrű síkjából, tehát, hogy az nagyon föl tud sérteni valakit, hogyha valaki, ha, ha megütnek vele, és amikor... A idejött, sebb arcú, A sebb kalambu, arcú lesz, a igen, sebb és amikor pedig a golf klubba belátog, vagy meglát, elment a golf klubba, és ott elkezdte lapozgatni a foglalási jegyzéket, akkor látta, hogy az első golf leckét az amikor napközben, és onnantól kezdve az összeset, késő délutára, kora estére rakta az utolsó kuncsaftként ezzel a golfogtatóval. Ekkor ő elkezdett gyanakodni nyilvánvalóan magába, hogy aha, értem, tehát van egy csávó, aki, izé, aki, akinek a gyűrűje pont beleillik abba, hogy az arca sérült volt a, a, meggyilkolt nőnek, és itt van egy másik csávó, aki viszont, hát szemmáltatóan lehet, hogy ő vele volt a viszony. És itt kezdi el összerakni szerintem az apró darabkákat. Egyébként ez valószínű, mert ugye utána pont, hogy megy is Mr. Brimmer irodájába, egyébként ennek a csávónak nincs keresztneve. Meg Tehát... nagyon fontos, bocs, nagyon fontos, hogy azt tudjuk mi nézők, és Kalambó is, meg, meg az minden szereplő igazából a gyilkos kivételével, az úgy tudja, hogy... Tehát nem volt szeretője. Igen. Viszont a Calambo nem hülye, hát ez egy nyomozója, high-tech nyomozóira, de nyilván tudták, tehát ez gyanús, én azt gondolom, hogy a, ennek a golfogtató ex-szeretőnek a felbukkanása, vagy a, erre való rátalálása Kalambónak leginkább abban segített, hogy elinduljon az ügyön, hogy egyértelművé váljanak olyan dolgok, ami, ami, Szerintem ezért mondom, hogy nem, tehát hogy ő szerintem nem tartotta kifejezetten gyanúsnak a golfoktatót, lehetséges, nyilván nem tudta kizárni, tehát lehetséges gyilkos. Én nem gondolom, hogy egy pillanatra volna, is rá de, volna, csak azt sugalta. Igen, szóval, de, de ez időt, vagy lehetőséget adott neki, hogy elinduljon abba az irányba, hogy hát itt nyomoz mellettem már. Miért is akar itt lenni? Egyáltalán... Ki akarta ugrasztani a nyúlott a bokorba. Igen, hiszen van egy jelenet benne, most nem akarok ennyire előre unni, de hát konkrétan közli özvegyférjnek a gyilkos jelenlétében, Kalambó, hogy jó lenne, ha a gyilkos tudna róla, hogy mi terveztet. Az, az már egyértelmű, hogy kinek szánya, hogy szája, nyilvánvaló, de én ezt előbb is éreztem sokszor, sőt, a kezdetektől. Pont, pont miután beszélt, ugye, Ken Archerrel, meglátogatja Brimert az irodájából, egyébként ismét tüzet lejimolt csak a rendkedvért. És ott már elmondja, hogy a gyilkos balkezes volt, és gyűrűt viselt. Mint maga, hoppá! Ami nekem nagyon tetszett, hogy hirtelen felindulásból történt a gyilkosság, mert hogy puszta kézzel általában hirtelen felindulásból szoktunk ölni. És Meg hogy ismerte az áldozatot. És, és, és azt mondja, hogy a, a, hogy a gyilkos inkább temperamentumos, mint sem gyilkos. És, és, és valahogy biztos voltam, be, látszott a, a, a Brimer arcán, hogy a saját önmagára ismert ezzel. És a Callum úgy elővette a trükköt, Kött, hogy hát hoztam neked ugye a dokumentumokat, írd már alá légy az átvételit, és ő rögtön bal kézzel kezdett írni, és akkor kiszúrt, hogy hoppá, hát neked bal kezes vagy pajtás. És erre ugye jött a jövőcsel, hogy Brimmer jobb kézzel is tud írni. Ö, mondjuk itt hozzáteszem egyébként, hogy a színész egyébként jobb kezes volt, mert ö, bal kézzel annyira idegenül mozgott a, a szerencsét. Nagyon, tehát látszott, hogy ő, ő tényleg ö, jobb kezes csak és nem bal, de, de ez egy nagyon jó csavar volt, hogy, hogy Megfogtalak, de mégsem. Igen, én ezekre a jelenetekre mondom, ami így, így a, 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 film kétharmadától a végéig tart, ahol látjuk ezeket az egyes nyomozási jeleneteket, hogy ezzel beszél, azzal beszél, megkeresi a, a, azt, a, 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 a fickót, aki, aki, őt, őt figyeltett, tehát a, a, akivel figyeltette a Brimmer, a, a golf oktatót. Ilyen szempontból feszesebb volt? A, aztán van ugye az a jelenet, amikor, amikor végigvezetik az irodában a kalambót, és bemutatják neki, hogy milyen szobák vannak, milyen hájt tech utcaink vannak. Mert hogy felajánl neki egy állást, mikor, mikor már rezeg a léc, a magányomozó. Az azután fog lezegni, mert ugye meglátogatja ezután Kent a golf este, mikor a munkahelyen zár, de itt viszont már ö, most már volt gyújtója a de itt egyébként sokkal emberségesebben beszél már vele, és rögtön kapásból közli vele, hogy igazából nem gyanúsítalak. Tehát, hogy a bizalmába férkőzött egy pillanat alatt, hogy mondd már meg az igazat, akkor apa. Tehát, hogy nem te vagy a gyilkos, ez tiszta, nem gyanúsítalak, és még tényleg a, a csávó mi próbált, és ezzel a gyűrűvel, hogy levettem a gyűrűt, stb. Tehát, hogy Kálámból folyamatosan mentegett, egy figyelj, nem te vagy a gyilkos, de tényleg annyira gyorsan a bizalmába férkőzött, hogy csak ki akarta szedni belőle ezt az infót, hogy most akkor mi az igazság. És hát jó, baromi gyorsan kiderült, hogy tényleg szeretők voltak, ráadásul kiderült, hogy a golfogtatót megfigyelték. Tehát itt, itt, ez egy nagyon fontos szál, hiszen itt rakta már biztosan össze hogy akkor ezek tudtak erről. És innentől fogva már össze tudtak kapcsolni, hogy megvan a szerető, megfigyelték őt, tudjuk, hogy volt ügy, akkor innentől fogva egy több, valaki többet tud, mint mondja. Áron nagyon csöndben vagy, és így nézel. Hallom, ahogy nézel. Ezek a jelenetek, hogy zajlik a nyomozás, és látjuk ezeket a nyomozási cselekményeket, ahogy halad előre a, a, a film a, a végkifejlet felé. Itt, itt egyszerűen a, a, az egyes jelenetek Nek mindegyiknek van egy tök jó húzása. Mindig épül fel, épül az, fel az egész. Tök logikusan épülnek egymásra a jelenetek, mikor, hogyan, és így áll, látjuk, ahogy a kalambonál is összeáll az egész, és azt nem tudjuk egyelőre. Én nagyon sokáig nem tudtam, hogy hogyan fogja végül lebuktatni a csávót, tehát hogy hogyan jutunk el odáig, hogy végül be tudja bizonyítani, hogy ő lesz a gyilkos. Mert itt, itt beszél ezzel, beszél azzal, de, de az volt mindig a kérdésem Magamban, ahogy így néztem a részt, hogy oké, okay, hogy jutunk el a végére? Hát úgy jutunk el, hogy ugye jön az a rész, amit mondott az Ádám is, hogy állást ajánl ugye már neki Brimmel, mert ugye már kiderült, hogy, hogy ezt körbe, körbe vitték ezen az ügynökségen. Ahogy lett a flexelés, hogy milyen modern cucaink vannak. Viszont itt megint amit mondtam, hogy amiért nagyon Kalambó rész, hogy egy újabb dolgot tudhatunk meg Kalambóról, amikor is ugye átvezették őt ezen a fémdetektoros kapun, és hát nem működik, miért nem működik? Hát mert hogy Kalambó soha nem hord magánál fegyvert. És ez Kalambónak egy nagyon-nagyon fontos ö, stílus tulajdonsága, hogy gyűlöli az erőszakot, gyűlöli a fegyver, gyűlöli a és soha nincs nála. És itt van az első olyan, amikor tudatosan közlik velünk, hogy hát nála nincs, és nem is nagyon szokott erre később, ugye többször még fényverül, de eddig ugye nem tudhattad, ha, ha te, mint szűznéző, hogy nála most akkor tényleg, és Stuker nélkül járká gyilkosok között. Ezért mondom, ez egy nagyon senk fölépített karakter, nagyon jól összerakott írói munka ez. Tehát hogy tényleg tudunk vele azonosulni. A Kalambó egy közülünk, és a gazdagok ármánykodásait leplezi le. Csak nagyon fifikás, mert ugye itt is azt a, megint elővette ezt a klasszikus Kalambó stílust, hogy beszélget, úgy, úgy ugye mert ebédelnek együtt a Brimmerrel, és ö, csak úgy, csak úgy gondolkodom, hangosan gondolkodom, hogy, hogy, mi van akkor, hogyha esetleg, tehát elmondja gyakorlatilag majdnem az egész ügyet, ami történt, hogy kiderül, hogy szerető volt, ö, nem mondták el a férnek cserébe, zsarolás történt, és ezért kellett meghalni a nőnek, és ezeket, ezeket olyan, olyan, kicsit olyan, félénken, de hát de csak úgy gondolkodom, tehát hogy, hogy úgy mondja el a gyilkosnak, hogy tudom, hogy te voltál, vagy tudom, hogy ez történt, hogy igazából játsza a bazári majmot, hogy de hát én csak gondolkodom, én csak egy egyszerű kis hülye vagyok, egy közülünk, ahogy ugye. És itt már azért azért a Mr. Brimmer nem hülye, és itt jön az, hogy akkor állást ajánl neki, aminek ugye a legfontosabb része az, hogy hát, hogyha hozzám jössz, akkor azt tudja, hogy nem ezen az ügyen fogsz dolgozni. Erre ugye rá is kérdez a Kalambó. Én ki szeretném emelni a hallgatóinknak, hogy ez ez a két színész tényleg evett a forgatás alatt. Én nem tudom, hogy mennyire vetitek már ezt észre, de a mostani filmekben sorozatokban igazából nem esznek, hanem turkálják a tányért a villával, és engem elképesztően idegesít ők ténylegesen ettek, sőt, a, a Peter Falk, tehát a Callan a színész, ő tudott beszélni is evés közben, ami aztán tényleg nagyon ritka a színészek. De, de Áron, ebben a Kalambóba megszokhatta, itt, vedelnek, dohányoznak, szivaroznak, zabálnak, tehát itt ez megy, itt nem, akkor nem volt minden műanyag, ment. Igaz, az igazi hal volt... Ö, angolna. Angolna tettek, tényleg. Volt egy, volt egy, a nyomozás során már nem tudom, pontosan melyik volt egy szerintem egy tételmondat, ami elhangzik, és úgy ez az ügy csupa véletlen. Igen. Való ez elhangzik, és azt hiszem, hogy ez a majdnem az összes kalambor részre igaz lehet. Ha túl sok a véletlen, az nem véletlen. Akkor az úgy van. <laughs> ha nem véletlen. Áron, én most neked feldobom a labdát, mert most egy nagyon fontos részére kezdtünk, a jogosítvány. Hát a 70-es években, hogy a jogosítványt hogyan kell hosszabbítani, hát... <laughs> az egy dolog, azt engedd de vitt tovább a szállat, hogy ez miért fontos, mert mondtad, hogy ez fontos volt. Úgyhogy... Igen, a, egyszer csak egy olyan jelenet, jelenet van, hogy ténylegesen elmegy egy val, nem is tudom, valami irodába, ahol meghosszabbítják az emberek jogosítványait ott a 70-es években. És, és először csak arra gondolunk, hogy jó, hát akkor az írók, írók végül is ezt a, ezt a részt ezt a lezárják, ahogy ha kell. Már. Igen, igen, tehát ha már akkor oké. Okay. És látjuk az előtte lévő nőt, ahogy így ugye eltakar az egyik szemét, olvassa föl a betűket, és utána kap egy pecsétet, és mehet Isten hírével. És utána pedig Kalambó következik a sorba, akinek szintén ugye hosszabbítani kell a jogosítványt, és akkor jön az isteni szikra, hogy hoho, -ho, a, meggyilkolt feleség, Lenóra, ő szemüveges volt, de nem találtak szemüveget a hullája a holteste mellett. Hol van a szemüveg? Kiderül, beszél a férjel, kiderül, hogy kontaktlencséje volt mert hogy hiú volt a, a, feleség, hogy ő már pedig nem hord szemüveget, tehát kontaktlencsére lencsére Meg tudom váltott. érteni, hogy ez három szemüveg. Igen, és húz egy elég, elég merészet, Kalambó húz egy elég merészet, exhumáltatja a holttestet. Az az, az az elég kemény egyébként, és az tényleg végül is meg tudja győzni a férjét. Nem nagyon kellett győzködni. Igen, de tudjátok, hogy egy csomó filmbe sorozatban ilyenkor az van, hogy azt mondja a család, hogy nem egyezik be. De mi ezt nem láttuk, hogy ezt beszéli meg vele, mert ugye annyi volt, hogy engedét kérek valamihez, de nem mondta el, hogy mi, és erre azt mondta, hogy csináljon, amit jónak lát. Tehát akkor mi igen, nem tudtuk, igen, hogy ebből igen, ez igen. lesz szabad Igen, abszolút szabadkártyát kapott, tehát bármit csinálhatsz, csak ebből mondjuk itt már egyértelműen rég látszott, hogy tényleg nem ő a gyilkos. Tehát... Ott, ott annyira, annyira leszegett, orral ült, hogy csinálj, mert akar csak derüljön már ki. És az exhumáláskor kiderül, hogy valóban csak az egyik kontaktlencse van a szeméén, vagy hát a holtes szemén. Tehát a másik kontaktlencse az valószínűleg az ütéskor vagy a holtest szállításakor kieshetett a szeméből. Tehát, a... Tehát vagy a gyilkosság helyszínén, a van, vagy valahol, vagy valahol menet közben, amikor mozgatták a holtestet. És itt hangzik el az a bizonyos mondat, amit az Ádám az előbb a hallgatóinak mondott, hogy Bá hát hogyha a gyilkos ah, nem, Ádám, hogy mondtad? Én nem tudom idézni hogy bár, bár tudná a, a gyilkos bár, bár csak tudná a gyilkos is róla Mert hogy akkor el tudná dugni Hiszen ez egy perdöntő bizonyíték Hiszen ez egy perdöntő bizonyíték És ekkor én már, mint néző, rútidős néző Tudtam, hogy, hogy, hogy ez a csapda. csapda hogy ez a csapda Beültette szándékosan Bármit csinál a gyilkos Biztos, hogy követni fogják éjszaka, nappal Biztos, hogy izé Nagyon fontos volt, hogy ez hallja. ez direkt úgy intézte, hogy ezt halljad mert... És aztán Hát igazából így is történik. A nagy leleplezés. Így is történik. De el, előtte, előtte, bocsánat, előtte azért még, 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 azért egyet odarúg. Tehát miért még így történne, mert ugye először Brimmer hazamegy, és elkezdi felforgatni ott a szőnyegnél, a, a rajtos szőnyegnél. Ezt, az, ez az ocsmány szőnyeget, úr tényleg. El hát ez, ez a szín... képzelni ezt a porfogó szőnyegeket. A hallgatóinknak csak magyarázzuk el, ez egy olyan szőnyeg, mondjuk két méter két méteres az előszobában. Tehát oda lépsz be, tehát ugye a legkoszosabb cipőt abba, abba törlöd bele. Tudjátok, ez ilyen. ilyen 5-6 centi, centi, szőrökből álló... Amúgy ez egy rohadt jó szőnyek, csak nem az előszobába. Hát Tehát arra, de, de, de hogy te hát, nyáron ráfeküdjél ott, annyira jó puha meg minden, de előszobában ritka De ezek dolog. gazdag emberek ott más, hogy van először, is van egy csomó szőnyegük a raktárba, hátul, lenn, az alaksorban egyrészt, másrészt meg jó, hát, aki, Amerikában, aki azt tudjál, meg Amerikában, még melyik filmet láttad? Én, én, ha hazaérek, átöltözöm itthoni ruhába, én itthon nem viszelek cipőt. Ezek, mint a barátok közben, hogy öltönyben főz csirkét. Tehát, hogy, vagy süt cs csirkét. Hogy az amerikai filmekben is így van, a filmekben ez így van, hogy itt nem számít a bútor, nem úgy van felépítve egy ilyen lakás, vagy berendezve, hogy, hogy azt, azt, mi normális szemüveges fickók is megértsük. Figyelj, és nekem egy pillanatra beugrott, a, amikor én kicsi voltam a 80 hogy ez volt Amerika. Tehát akinek ilyen szőnyege van, az, az gazdag ember. M meg hát hány amerikai filmes sorozatot látunk, amikor fiatalok föl fölülnek az ágyra, a fölrakják a lábukat cipőbe, hát ez nálunk nem divat. Na mindegy, szóval... Szóval, szóval igen, ez, igen, tehát ez a jelenet az, amikor ő ezt neki el keresgélni ebben a szőnyekben, és közben kopogás <síns> hallatszódik, ha, 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 ugyanis Kalambó meglátogat a szokása szerint. És ugye mit csinál? Megint ugye játsza a bazári majmot, mert ugye nem azért jön igazából, amiért jön, hanem akkor elkezdnek ott lamentálni, hogy hát akkor nem fogadom el az állást, én csak azért jöttem, hogy ez közöljem. Zavarja, ki akarja lökni a komfortzónájából. És hogy hát, hogy én véletlenül azért jöttem, hogy megnézzem, hogy, hogy a szőnyeget buzerálod, mikor tudom, hogy igen, hanem, hanem csak arról beszélgetünk, és ezt most kell este közölnöm, hogy nem fogadom el az állást, mert hát én egy ilyen kis, nagyon konzervatív ember vagyok, nem tudok váltani. Mert hát egyébként is annyira jól haladok ebben az ügyben, és ugye itt felkapja a fejét a Brimmer, hogy na nem már. És itt jön egy nagyon kulcsmondat Kálámbótól, amikor azt mondja, hogy ó, ne aggódjon, uram, ön lesz az első, akinek elmondom, ha rájött. És ez ki a így is történik. És, és ez így is történik, mert ugye ez már egy olyan erős mondat, hogy hát te vagy a gyilkos, tudni fogsz róla, amikor közlem veled, hogy lebuktál. És úgy, úgy buktatja le, hogy a következő... Lépése pedig az volt ennek a, ennek a brimbernek, tehát a gyilkosunknak, hogy az autót akart átvizsgálni, csak az autó szerelőnél van, mert nem indult be. Uh, utólag tudjuk, hogy azért nem indult be, mert a Kalambó egy csínyt, egy gyerekkori csínyt. Ha, mondom, krumpli. Krumpli, így van. Krumplit berakta a kipufogóba, és emiatt nem indult el az autó, és a, a szer, szerelőhöz betört éjjel, Kénytelen, kénytelen volt betörni, betörni, és ott elkezdte átvizsgálni, és ott természetesen már rengeteg rendőrrel várt a Kalambó, és a, a férjel is. Tehát a férj is ott volt azon a helyszínen. Hát ott mindenki. volt rendőrség, mindenki. Így, így buktatta le. Na most én nekem azért itt van egy, van egy kérdésem felétek. Kiderül az utolsó, lehet utolsó egy-két mondatából, hogy blöfölt Kalambó. Igen, szokás szerint. Szokás szerint blöffölt, ugyanis Igazából az exhumáláskor mind a kettő kontaktlencse ott volt a holttest szemén, szemgolyóján. Szem de mégis talált egy kontaktlencsét ez a, ez a fickó, és így ügy, Csomag egy csomagolta be, ekkor megtört, lebuktatta, elnézést kért a gyilkostól, hogy hát ez csak. Beismerte, beismerte, és hogy véletlen volt. Baleset volt. volt. Oké, okay, de várjatok. Tehát, hogy akkor ezek szerint ez igazából nem az első gyilkossága volt, ugye? Hiszen hogy kerül egy kontaktlencse lencse a csomagtartóba? Hát a kalambóik már ott várták. Ja, hogy szerinted kalambó be? Ha, hogy a viharban -e? Ez megrendezte az egészet. Gyerekek, hát ez nekem nem esett le. én arra gondoltam, hogy ez már a második gyilkossága. A krumpli az exhumálás ugye közli hazudik oh, gyakorlatilag. Igazatok És van. hát na, hogy elrejti. Jó, 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 oké. Én arra gondoltam, hogy, hogy ez tök véletlen, mázli, és egyébként akkor ezek szerint volt már korábban a gyilkossága. Nem, nem, ez, ez megrendezte az egészet. Milyen mi nagy Hogy, jó hogy, van. Hogy, hogy, hogy úgy is oda fog jönni, és meg fogja találni, és neki csak annyira kell, hogy meglegyen a vallomás a tanúk füle hallatára. Nem baj, hogy ilyen naiv vagy, mert mi a megkeseredettek melletted legalább kompenzálva vagyunk. No. Hát, egy, a egy, egyébként nem... egy, egy, nem, azt, azt néztem. Ebben ez a műsorban busz... a legtöbbször elhangzó szóösszetétel az. Egyébként még, azt még az előzőhöz én igen mert, igen, mert te belefolytod az emberbe a szót, de mivel hogy beszélünk, beszélünk, nem csak a sztoriról, hanem, hanem a képi dolgokról is, én nagyon figyeltem erre a trükkre, Megtalálta a, a kontaktlencsét a csomagtartóban, és berakta a jobboldali zakó zsebébe. Így van, és onnan át a cigarettadobozba. És onnan át utána a cigarettához nyúlt, és berakta a belső zsebébe a dobozba, és én azt hittem, hogy itt hiba van, de nem, ez tök jó, mert ez tök jó, tehát erre tényleg odafigyeltek a, 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 rendezők, hogy, hogy ez, a, ez a mozdulatsor, bár ugye nem látványos, de tényleg úgy nyúl a keze, és úgy történik minden, hogy nem az a hülyeség van, hogy először az alsó zsebébe tesz, aztán a fölsőből szedik ki, hanem tényleg ott tartotta a kezét, tényleg belenyúlt, és ez nekem nagyon tetszett, hogy nem vettek hülyére. Én elnézést kívánok. Én figyelj, Adam. ahogy erről így beszélgettük, én azt érezzem, hogy igazából titeket is vitt ez a, ez a, ez a rész, hogy oké, okay, ez egy krimi, de ennek azért volt egy, egy, egy nagyon szépen építkező ritmusa, ami így tudta vinni a nézőt, engem legalábbis igen. Hogyan értékelitek? Hány pontra? Emlékeztek? Van az, hogy krimiként, és van, hogy kalambóként. Nekem, ha segítesz feleleveníteni, hogy az előzőkben mennyit adtam, akkor biztosan, hogy sikerül idén is. Oké, okay, Ádám, te krimiként az előzőeket 4-2-4, és kalambóként 4-3-5, tehát ilyenekre értékelted. Jó, krimiként szerintem 6-os. Kalambóként, kalambóként mennyi volt a maximum, amit adtam? Ideg 5-ös volt az előzőnél a harmadik epizódnál. Ez legyen 6, 6 de még mindig nem az, amit én már úgy várnék igazán kalambóból. Krimiként legyen 6, bár nem 5,5. Ne, 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 ne legyenek félpontok. De már vannak. Nem? De volt egy. Volt is. már félpont, ja? Oh. Persze. Én imádok félpontokat adni. Nekem a tízes skála rohadt kevés. Ö, kalambó... De az is a tízes skálán belül van. Csak mondom, hogy. Ne gondolj rá. Nem törsz két. csak átértelmezed. viszont ö, ö, csak azért is fél. Mert itt nagyon sok kalambó effekt megjelent. Tehát nekem az, hogy az Áron itt beleszeretett a kalambóba, már én... komolytalan az értékelésed, nem fogadom el. vagy hát ezt... és fél. Igen, mert nagyon sok kalámbó stílus jelent meg. Oké, okay. Lesz 10 pontos kalámbó részed? Lesz. Szerinted? Lesz. Jó, oké. Okay. Hogyne? Már most Jön. megmondom, de nem mondom meg. Mondom, de ezt nem csak... mond meg. De azért Legyen indoklom, meglepí. tehát én mindig, vagy azért beszélünk, tehát ez, ez a táblázat nem kerül ki nyersbe, hanem kommentár miatt kerül ki. Tehát, hogy lehet, hogy egy másik rész is kap, fog, fog kapni 8 és felett, csak más miatt. Ez azért kap 8 és felett, mert, mert megjelenik egy csomó olyan dolog, és mondom, a józan hang beleszeretett a kalambóba. De én is ezért adtam végül is neki hat pontot. Szóval. Na erről van szó, pedig te azt nagyon szemét vagy, hogy nagyon. Én krimiként hatos, tehát ez egy, ez egy tök korrekt, teljesen oké és krimi, és kalambóként csúcsot adok neki, hat és fél pontot. Ideig még Na. nem adtam hat és fél pontot kalambó, kalambóként egy résznek sem. Hát jó. Ez az, amikor beleszeretek a hat és fél pontot. <laughs> <laughs> Mi van, nem tudod? Szóval én, én, ezt ajánlom. Az az érdekes, hogy ideig minden egy rész, amit megnéztük, én mindegyiket ajánlom. És a mindegyiken hogy... az lett, hogy ajánlottam. Ugye? Egyiként. ugye Azt hiszem, hogy minden nyolcszor valahány rész ajánlani fogom. Ez, ez, lehet, hogy ezt így meg lehet előlegezni. Én szerintem ez egy nagyon, nagyon jó rész. Én szerintem nem véletlenül kapott Emmy díjat. Na. Hát az nekem nem mérvadó, de... Íróként, írói Emmy díjat. Figyelj, érted, a golf, golf jelenet. A csávó megint untermankodik, hogy ott meg kell tanítani, majd a legvégén, hogy van végelhetnek, egy akkora bődölt lő bele a golflabdával, az ütővel, és, és jó volt az ütés. Tehát, tehát figyelj, és ez olyan, hogy ott az íróknak ezt így, figyelj, a végén, a végén írjuk azt, hogy jól üt. Hogy amikor, okay, mutat, írjuk mutatták, ezt. amikor mutatták a labdát, hogy száll az égben, akkor repülő hangot is lehetett hallani. Igen, igen, igen. <laughs> igen. Szóval szerintem ez egy jó rész volt. Hát, srácok, jövő héten nem leszek, mint azt ti tudjátok, most már a kedves hallgatók is. Nem jövő héten, hanem a következő alkalommal egy hónap múlva, szóval nem én leszek. Viszont azért mindenképpen majd utólag a hitelesség kedvéért én is majd pontozom, és akkor azt felvezetjük azt a részt, amit ben, aminek a kibeszélésében nem vettem részt, hogy a végén egy jó kis statisztikánk legyen. Nem maradt más hátra, mint hogy kedves hallgatókat arra kérjem, hogyha tetszett a műsor, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni, premier előtti tartalmakért, valamint a Parallax és podcast, hosszabb különleges változatáért pedig fizessetek elő a patreon.com per parallax és oldalon keresztül. A következő kérdésünket október 23-án tesszük föl, ugyanis akkor lesz új Kalambó podcast, amelyben a Holt Tárgyak című epizódról beszélget majd Áron és Gergő, kiegészülve Horváth Norbival. Kubatovics Áron, Gizur Gergő és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. További kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.